Minden tűzoltó a felszerelésekor kap egy ilyen jó kis csizmát, egy ilyen acélbetétes, hőálló, olajálló, egyéb. Különböző tűzoltó felszerelésekkel ismerkednek a gyerekek, a ruhákba belepújhattak, az autókba beleülhettek, rengeteg élménnyel gazdagodhattak azok, akik ellátogattak a győri kirendeltség hagyományos szeptemberi nyílt napjára. Bemutatjuk nekik a gépjárműfecskendőinket, ugye itt 2 darab új Rába gépjárműfecskendőnk van, nagyon büszkék vagyunk rá, gyerekek felpróbálhatják a sisakot, ez nagyon szokott nekik tetszeni, beülhetnek a sofőrülésbe, természetesen a kapcsolókhoz azért nem nyúlhatnak, megfoghatják a felszereléseket, illetve ki is vettünk az autókból felszereléseket, ez egy külön padon, megpróbálhatják a tűzoltóvédőruhát, sugárcsövet, forralótókészülékre tudunk pár praktikus szót ejteni, és megnézhetik a különleges autóinkat, a Darut és a Létrát is. Nagyon jó ötlet volt ez, a kisfiúnak nagyon tetszik, mert ő állandóan otthon is tűzoltósat játszik, úgyhogy nagyon élvezi a helyzetet. Úgyhogy ez egy jó dolog, hogy így megszervezik ezeket a tűzoltó bemutatókat. A tűzoltó oszlopot is ki lehetett próbálni, a gyerekek között pedig Jócskán akadt olyan is, aki már most határozottan tudja, mi szeretne lenni, hogyha felnő. Van nekem egy szemes tűzoltó sisakom, és van nekem egy tűzoltó tömlő, meg van nekem egy fejszém. És mi szeretnél lenni, ha nagy leszel? Tűzoltó. Nagyon szeretik a gyerekek, de én úgy látom, hogy a felnőtteket is nagyon érdekli a tűzoltóság katasztrófa védelem munkája. Mi pedig büszkék vagyunk a munkánkra, és nagyon szívesen megmutatjuk nekik, illetve azért nem titkolt célunk, hogy azért olyan információkat juttassunk a gyerekeknek, felnőtteknek, amelyek majd az életük során hasznosak lehetnek számukra. A győri kirendeltség nyílt napján közel 1000-en vettek részt.